A mi Urunk Jézus Krisztus kénszenvedése, Szent Márk szerint. Két nappal a húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe előtt a főpapok és az írástudók arról tanácskoztak, hogyan foghatnák el Jézus csellel, hogy azután megöljék. Így szóltak. Ne az ünnepen, nehogy zavargást támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában vendégül látták, odalépett hozzá egy asszony. Alabástrom edényben valódi és igen drága nárdusolajat hozott. Széttörte az alabástrom edényt, és az olajat Jézus fejére öntötte. Egyesek bosszankodtak magukban. Miért kell a kenetet így pazarolni? Hiszen több mint 300 dinárért el lehetett volna adni, és szétosztani a szegények között. És megharagudtak az asszonyra. Jézus azonban ezt mondta. Hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesztek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ő megtette azt, ami tőle telt. Előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, ezt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Iskarióti Júdás, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja nekik Jézust. Amikor azok meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő tehát kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulhassa. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust. Mit akarsz? Hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba, találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának. A mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, oda ment a 12-vel. Miközben letelepedtek és ettek, Jézus ezt mondta. Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem. Azok elszomorodtak és egyenként megkérdezték. Talán én. Ő azt felelte. Egy a 12 közül, aki velem együtt nyúl a tálba. Az ember fia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az ember fiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután Zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van, megverem a pásztort és szétszélednek a juhok, de feltámadásom után majd előttetek menyek Galileába. Péter kijelentette. Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én bizony nem. Jézus azt felelte. Bizony mondom neked, hogy még ma ezen az éjszakán, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor is megtagadsz engem. Erre még jobban fogadkozott. Ha veled együtt meg is kell halnom, én nem tagadlak meg. Ugyanígy fogadkoztak a többiek is. Közben odaértek a Getszemáni nevű kertbe,
Itt Jézus így szól tanítványaihoz. Üljetek le, amíg imádkozom. Pétert, Jakabot és Jánost magával vitte, remegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt és virasszatok. Valamivel előbbre ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Ezt mondta. Abba, atyám, neked minden lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Aztán visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert. Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virasztani velem? Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Majd ismét elment és ugyanazon szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, újra alva találta őket, mert szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszament hozzájuk, és azt mondta nekik. Aludjatok csak és nyugodjatok. Elég volt. Itt az óra, az ember fiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk. Íme ott jön az áruló. Még beszélt, amikor megérkezett Júdás, egy a 12 közül, s vele egy kardokkal és botokkal felszerelt csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek. Az áruló ebben a jelben egyezett meg velük. Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el, és vigyétek szigorú őrizet alatt. Amikor odaért, mindjárt odalépett Jézushoz, és így szólt. Mester! És megcsókolta. Erre rátették kezüket, és elfogták. Azok közül, akik ott álltak, valaki kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott vele, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk. Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. Naponta veletek voltam a templomban, és tanítottam, de nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Erre valamennyien elhagyták őt, és elfutottak. Egy ifjú mégis követte. Mezítelen testét csak egy gyolcs lepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcs leplet, és mezítelenül elfutott. Jézust a főpaphoz vezették. Így gyűltek össze a főpapok, a vének és az írástudók. Péter messziről követte, egészen a főpap udvarába. Ott leült a szolgákkal együtt, és melegedett a tűznél. A főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Sokan tanúskodtak ugyan hamisan ellene, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan felálltak, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Hallottuk, amikor ez azt mondta, lebontom ezt a kézzel épített templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem volt megegyező. Ekkor a főpap középre állt és megkérdezte Jézustól. Semmit sem válaszolsz arra, amit ezek felhoztak ellened? De ő hallgatott és nem felelt semmit. A főpap újra megkérdezte. Te vagy a Messiás, az áldott Isten fia. Jézus így válaszolt. Én vagyok. Látni fogjátok, hogy az ember fia ott ül a mindenható fölséges jobbján, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást? Mit gondoltok? Azok mindnyájan méltónak ítélték őt a halálra. Ekkor némelyek leköbdösték, aztán arcát letakarva ököllel verték, és közben ezt mondták neki. Rajta! Most profétálj! Még a szolgák is arcul verték őt. Péter kint ült az udvaron. Közben kiment a főpap egyik szolgálója,
meglátta Pétert, amint melegedett, és megszólította. Te is a názáreti Jézussal voltál. De ő tagadta. Nem ismerem, nem is értem, mit beszélsz? Ezzel kiment az előcsarnokba, és akkor megszólalt a kakas. De a szolgáló figyelte őt, és megint mondta az ott állóknak, hogy ez is közülük való. Ő újra letagadta. Nem sokkal ezután ismét megszólaltak az ott állók. Biztosan közéjük tartozol, hiszen te is galileai vagy. Erre Péter átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Ekkor mindjárt megszólalt a kakas másodszor is. Péternek eszébe jutottak Jézus szavai. Mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor is megtagadsz engem. És sírásra fakadt. A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt. Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt válaszolta. Te mondod. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte. Nem felelsz semmit sem. Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsájtott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtek nekik. Pilátus megkérdezte. Akarjátok-e, hogy a zsidó királyát engedjem szabadon nektek? Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt a kezére. Ám a főpapok felbojtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsájtását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte. És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidó királyának neveztek? Azok ezt kiáltották. Feszítsd őt keresztre! Pilátus folytatta. Tehát mi rosszat tett? Erre azok még hangosabban kiáltozták. Feszítsd őt keresztre! Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsájtotta Barabást. Jézust pedig megostoroztatta, aztán átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, és összehívták az egész csapatot. Bíbor ruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték. Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét nátszállal verték, leköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így űztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra járó embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis koponya hely a neve. Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem fogadta el. Felfeszítették a keresztre, aztán megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták. A zsidók királya. Vele együtt 2 rablót is fölfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az írás, a gonoszok közé sorolták. Akik arra jártak, káromolták, a fejüket csóválták és mondogatták. Te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!
Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok és az írástudók. Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon most le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták őt, akiket vele együtt fölfeszítettek. Amikor 6 óra lett, nagy sötétség borult az egész földre, egészen a 9. óráig. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Éloi, Éloi, lama szamaktáni. Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Amikor néhányan az ott állók közül meghallották ezt, így szóltak. Íme, Illést hívja. Valaki odafutott, ecetben mártott egy szivacsot, nátszára tűzte, inni adott neki, és ezt mondta. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye ketté hasadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt. Ez az ember valóban az Isten fia volt. Asszonyok is álltak ott, távolról figyelték, hogy mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja, és Szalome. Rajtuk kívül voltak ott még többen is, akik vele együtt jöttek fel Jeruzsálembe. A készület napja volt, azaz a szombat előtti nap. Amikor beesteledett, jött egy előkelő tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elcsodálkozott, hogy már meghalt. Magához rendelte a századost, és megkérdezte, hogy valóban meghalt-e. Amikor a századostól megtudta ezt, Józsefnek adta a holttestet. Azt pedig gyolcsot vásárolt, azután levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, és egy sziklába vájt sírboltba temette. A sír bejárata elé követ hengerített. Mária Magdolna és Mária, József anyja pedig megfigyelték, hogy hová temette. Ezek az evangélium igéi.